Sziasztok, Pfizer vagyok, és ez a Crash Time 4-nek a 20. része. Nos, a sztorival már leszámoltam, szóval ezzel nem fogok foglalkozni. Ehelyett inkább arra fogok törekedni, hogy egy bajnokságot megmutassak nektek, mert erre volt igény, meg arra, hogy az összes autót megnyerjem. Nos, ugye itt van 4 DCT W autó, ez DTM autóknak felel meg, szóval, hogyha vagyis 2 ilyen van, és a CTR az nem tudom pontosan, ez minek a rövidítés lehet. Szóval német túrautó bajnokságban használatos autókra hasonlító specifikációkkal rendelkező versenyszemélygépjárműveket láthatok majd. Először meg kéne nyitnom őket. Kíváncsi vagyok arra, hogy tudok-e kamionnal menni. Jó hallottátok, egy kamionnal. Vagyok én ilyen hülye, hogy egy piros kamionnal megpróbálok bajnokságot menni. Igen. Ha sikerül, röhögni fogok. Ha nem engedi, akkor what the fuck? Nos. Gondolkodom azon, hogy mennyi ideig fog tartani, mert egy kamion az ugye lassabb, mint egy autó. Érthető okokból kifolyólag. Nem lehet. Fuck, akkor mégsem. Na, sajnálom, ez így jött ki. Akkor nem azzal megyek, hanem megyek, mit tudom. Nyugd már ezzel a badass autóval. Remélem ezzel enged. Ez az. 6 pálya. Állj, hogy lett 6 pálya? Vagy ez az első bajnokság? Hányunk már meg, milyen Benz Sports, milyen autó ez? Mi? Jó, most hivatalosan is így össze vagyok zavarva. Miért ezt a bajnokságot adta be? Nem ezt kellett volna. Jó, elmondom mi a helyzet. Amikor először végigvittem ezt a játékot, akkor nem ezt a bajnokságot kezdte el nekem dobálni, hanem egy másikat, ahol a körpályán kellett versenyezni, annak is a két specifikációja, mert van egy rosszabb, meg egy jobb verzió is, legalábbis szerény véleményem szerint az egyik rosszabb a másoknál. De úgy tűnik, hogy ezt most nem akarja a játék teljesíteni számunkra, hanem inkább adott egy teljesen nulla forgalmas, ez is tényleg nagyon valószínű, egy nulla forgalmas utcai versenyes bajnokságot. Kérdem én, hogyan lehetséges ez? Ez egy költőkérdés akar lenni, szóval nem azt mondom, hogy hú, ez a szolidónak a kérdése, hanem tényleg mi ez? Véletlenszerűen dobálja a bajnokságokat, a pályákat, meg az autókat? Jó, az autókat azt nem, mert legtöbbét elvileg csak ilyen bajnokságokkal lehet megnyitni. Ezeket több időt fog igényelni, hogy az összeset megnyerjem, mert nem akarom nektek ugyanezt a 2 vagy 3 pályát, nem tudom, mert tudja, hogy lesz, hogy megint visszafele lesz X pálya kétszer. Szóval nem akarom az időtöket húzni ezzel. És akkor megmutatom a többi autót is. És akkor itt megkérdezem, december 23-án hétfőn, mondjuk ez lényegtelen, hogy én ezt 21-én szombaton rögzítem, hogy mit szeretnétek látni még ezzel a játékkal kapcsolatban? Tehát, hogyha van igénye 21. epizódra, akkor mi legyen annak a tartalma? Legalább itt lenne esélyem meg is csinálni azt ellentétben mondjuk a Pokémon Go-val kapcsolatban, mert én idióta letöröltem az a save state-et, amit csináltam hozzá. Mondjuk úgy, hogy egy korai reggeli pillanatomban, amikor szükségem volt helyre, letöröltem egy olyan mappát, amiben volt egy pár száz hementés, és ennek is áldozatául esett ez az elmentés, amit ott használtam tavaly nyár elején,
Miért tavaly? Még 2013-ban, akkor nyár elején. Elég unalmas, hogy nincsen egy autó sem forgalomként. Igen, és ott mindig elszáll a kocsi, amikor a villamos síneken átugratok. És ez is faszta tényleg, hogy így nem is nagyon figyelek arra, hogy játszok, hanem csak így beszélek közben folyamatosan. És eddig talán elfogadhatóan vezettem. Persze azért voltak pillanatok, amikor kifaroltalottam a Verda. De eddig ezzel nem lenne. De tényleg mi legyen a 21. részben, hogyha van rá igény. De láttam olyan kommentet is, jó, mondjuk egy embertől, sráctól, gyerektől, nem tudom az életkorát, szóval nem tudok ebben pontos helyzetet statuálni, hogy ez a játék unalmas, meg szar, hogy ez egy szar játék lenne, akkor több, miért is hitták azt többen is, hogy ez szerintük egy egész faszának tűnő játék. Szerintem is. Bevallom, nekem ez a játék, játék viszonylag tetszetős. 18 másodperccel jobb volt a leggyorsabb köröm. És ez az egy kör lemaradás, ez hülyeség, mert ugyan megcsinálva az a játék, hogyha nem érnek be a célvonalba, amikor ezt a kifédelést és ezt az eredményes képernyőt mutatja, akkor úgy érje ki őket, hogy körhátrányban vannak. Na, akkor következő pálya. Na, le fogsz rajtolni? Nem fogsz. Faszos, hogy ott maradnak a guminyomok az aszfalton. Legalább ez realisztikus. De mit kezdtem el mondani? Igen, hogy van, aki szerint ez a játék unalmas, meg szar. Arra nem én tehetek, hogy 50 alkalommal, hanem többször kellett a rabszállítót kísérgetnem, legtöbbször fölöslegesen. Ez nem az én hibám, hanem kérem szépen, ezt hívják úgy, hogy elbaltázott játékmechanika. Kifejtem, hogy mire gondolok ez alatt. Tehát az elbaltázott játékmechanika, az kérem szépen azt jelenti, hogy a fejlesztők olyan dolgokat programoztak a játékba, ami nem volt szükséges, hogy túlzottan repetitívvé, illetve monotonná teheti a játékélményt. Ezt pedig szinte lehetetlennek érzem, hogy úgy lehessen kivitelezni videóban, kommentárral, pont-pont-pont akárhogy, hogy az élvezhető maradjon. És ez egy rövid körpálya, aminek kibaszottul tudok örülni. Látjátok, egy kör, és még mindig a játékmechanikáról beszélek. Na már most. Én direkt azzal próbáltam igyekezni, hogy minél rövidebb legyen, mert tudtam, hogy egy idő után tudod, hogy erre lesz probléma, hogy már megint a rabszállítót kísérgetem. De sajnos ez kötelező jellegű, mert hogyha a rabszállítót nem kísértem volna be, vagy nem szállítottam volna be a rabszállítót, ez hülyeség volt, bocsánat, újra kezdem. Tehát, hogyha nem kísértem be volna a rabszállítót, amiben éppen elmepögöttem a villamos, és éppen megpörültem, szóval, hogyha nem kísérgettem volna, akkor az lett volna, hogy a bűnbandatók kiszabadulnak. És akkor elkaphattam volna őket megint, és akkor megint várnom kellett volna arra, hogy szóljanak, hogy szállítsam be őket. Érted már, hogy mire gondolok? Szóval, hogyha nem csináltam volna meg ezt, akkor mindig azt látom, hogy még mindig öt tag. És igen, azt örülök, hogy észrevettétek az egyik epizód végén, azt hiszem a 16-os végén, hogy megint öten voltak, amikor négyel kezdődött az egész. Na, erről beszélek, hogy szerintem csalt a játék. Egy perces kör. Ezt elbasztam. Tehát akkor melyik, milyen hosszú volt az első kör? Mert nem figyeltem, abszolút nem arra figyeltem, hanem így beszéltem. 1-9 volt az is, és így is gyors. Jobb volt az álló köröm, mint a repülőrajtos második helyezett köre. Hat pályás ez a... Úristen. De inkább rövidek ezek a versenyek. Legalábbis az első kettő ez az volt. És még nem megy 10 perc a videó, szóval talán beférünk úgy 25 perc alá, mondjuk ez megint 3,5 óra lesz, mire kirendereli, de az már az én problémám. Mondjuk
a State of Decay-jel is kéne foglalkozzon, mert arról még kell tesztet kanyarítanom. Mondjuk, amiket láttam, olvastam róla eddig, úgy tudnám jellemezni, hogy zombis GTA bugokkal elhibázva. Szerintem egy viszonylag jó kifejezés is lenne rá, most azon gondolkodom, hogy Leadnek majd mit kéne írni, mert nekem ez a rákfeném, hogy nem egyszer volt olyan, hogy megírtam a tesztet, ott volt 6000 valahány száz karakter, a legtöbbször, és akkor nem tudom, mi legyen a lead, hogy mi legyen így kiemelve címnek, vagy cím alatt, az az egy, rövid egy vagy két soros valami. JWD Energy AG, úha! Na, az is szép, figyeljétek, hogy itt a térképen meg kell kerülni egy egész épületet, akkor simán le lehetne vágni, de nem lehetne vágni, mert akkor visszateleportál x méterrel korábban, és akkor szophatod a faszt. Bocsánat ezért a kifejezésért, de... Igen. És még ott megy a villamos. Nem látom, tehát volt olyan nem egyszer, hogy megírtam, és akkor mi legyen a lead, nem tudom, milyen lenne ötletesnek. A Takedown Red Saber-nél, igen, ez az a taktikai FPS, amiről beszéltem a... Utána a 13. részben, bocsánat, hogy nem emlékszek erre pontosan, hogy az egy fos játék. De az egy fos játék. Megint átmentem valami. Milyen hosszú kör? Húha, ez két perc fölötti kör lesz, vagy itt van a célvonal. Hát nem úgy tűnik, akkor ez egy hosszú kör. Oh, fuck. Nem baj. Te most, hogyha már 23-án fog fölkerülni ez a videó, akkor megkérdezem, hogy ti már megvettétek-e a karácsonyfát. Én megvászolom. Én nem. Pázeg. Ezt benéztük. Ide hát. Na, ez fasz dolog volt. Na, én nem vettem meg, mert nekünk már évek óta... Na, hagyjuk el ezt a sok balett mozdulatot. Én azért nem, mert nekem ilyen kis műanyag fám van úgy... 8 éve? Nem tudom, jó pár éve. Mert ez a helyzet, hogy elkezdtem túlzottan koncentrálni a versenyre. Mondjuk ez nem nagyon látszik néha a teljesítményemen, mert egy-két kanyart így is sikerült elbasszom, hogy utólag hozzávágok néhány mondatot, mert nem nagyon beszéltem magáról a játékról. És mivel itt vagyunk már a 21. videóban, 21. hülyeség, 20. videóban, úgyhogy ideje lenne tényleg most már egyfajta véleményt alkotnom, miközben ugye körözgetek tovább rendesen. Azt mondtátok páran, hogy a grafika egész jónak tűnik. Nos, ebben tényleg van valami, mert tetszetős grafikával rendelkezik a Crash Time 4, illetve az 5 is, de ugye arról még nincsen szó. Úgyhogy akár meg is kérdeztetem, hogy következőnek kezdjem el a 3-at. Na, majd megírjátok. Aztán még miről lehetne beszélni? Mondjuk a zenékről. A zenék így háttérbe abszolút elfogadhatóak. Nem nagyon lehetett hallani őket a videók során, nem is véletlenül. De korrektek. Nem mondom azt, hogy szarok, nem mondom azt sem, hogy kitűnőek, hanem korrektek. A hangeffektek legtöbb is ilyen, bár szerintem a szinkron az egyszer-kétszer furcsának tűnik. A harmadik részben furcsább még jobban, de ugye nem az van itt a videóban, hanem a negyedik. De számomra tetszetős volt benne egy személyes szinkron hangja, nem tudom miért. A negatívum inkább a játékmenetben magában van, mert mondjuk ki, az, hogy kb. 20-szor kellett követnem a rabszállítót, nem volt izgalmas. Erre nem tehetek. Állandóan jött a telefon, hogy szállítsuk be. Ezt megcsináltak volna maguk is, igazi egyfajta aspektust kivett volna magában a játékból. De ezt a számítva a játékmenetben vannak jó dolgok, visszarak a villamos meg, gratulálok. Mondjuk az, hogy eléggé sok rejtek helyet kellett megtalálnom, hogy az utolsó küldetéseket elkezdje, az kicsit furcsának tűnt. De mondjuk ki, ez egy korrekt játék, hogyha olcsón meg lehet ezt vásárolni, akkor én azt mondanám, nyugodt szíve vegyétek meg.
sikeresen megcáfoltam önmagam, amikor az első két pálya után szóval, hogy ez már talán röviden meg lesz, és már negyed órája megy a videó, szóval nem tudom, hogy ez milyen hosszú lesz ugye végére. Finish előtt tolok egy szaltót, vagy egy bukfencet. Hol a kerekem? Hát az most már mindegy. Na, de akkor lenne még egy kérdésem, hogy na, mi a fene volt, elfejtettem. Na, hadd gondolkodjam, mit akartam kérdezni? Amúgy közben egy kézzel vezetek, szóval így a másikkal így töprengő testmozdulatokat végzek, szóval így az államom van a kezem, a jobb kezem, és akkor így azon gondolkodom, hogy most mit akartam kérdezni tőletek. Na, hát ezt szépen levágtam. Hát ez... kicsit sem érdekes pálya elrendezés. Azt a mindenit. Ez biztos megint egy hosszabb pálya lesz, magamat ismerve. Miről beszélsz? Csak levágtam a kanyart. Nem teszem, mit akartam kérdezni. Lehet, hogy csak eszembe jut. Ja igen, megvan. Ti milyen szaloncukrot szerettek? És mondanám azt, hogy konzumot, mert megkérdezni valamelyikötök, hogy mi ez a konzum. Ha jól tudom, akkor az volt az ilyen olcsóbbik, de kesernyés fajtájú szaloncukor, de ebben nem vagyok biztos, mert nem nagyon értem abban az időszakban, amikor ez létezett. Hát na, most mondom, nem voltam a 90-es évek elé. Már megint így eltévedtem? Szóval nem nagyon voltam így életképes a 90-es évek elején. Értem már akkor, de nem voltam annyira életképes. Én 88-as évjáratú vagyok. Tudsz kötteni? Azt mondja, itt ez... hát ez a pálya, ez furcsa. Tényleg nem kéne egy kézzel vezetnem. Hát eddig bevált, szóval mi itt a... what seems to be the problem? Mi akkor itt a probléma lenni? Tényleg, hogyha már itt vagyunk, akkor megkérdezem, hogy mi a véleményetek az M3-ról. Hú, azt hittem, hogy azon a falnak neki fogok menni. Mi a véleményetek arról a csatornáról? Már hogyha van nektek, mert tudja, hogy van pár olyan néző, aki szerint, vagy akinél nincsen, mert mit tudom én, ha jól tudom, pont egy Vidanetnél nincsen például. Nem értem, hogy miért, pedig az egy viszonylag nagy szolgáltató. Pier Telekomnál is így pont a rajt után került be 20 perccel. Nem értem. Én, hát ez elejéről lemaradtam tévében. Nem azért, mert apám nem azt észre, hanem elmondom, mi a helyzet. Szóval, amikor elindult az M3, akkor ugye volt ez az egyperces valami, ilyen felvezető szöveg, hogy érzik magukat kényelben, blablabla, stb. Hogyan lehet ez gyorsan takarodj? És nem láthattam azt a tévében az első 20 percet, és olyan rossz sávba kanyarodtam. Miről beszélsz, itt vagyok az úton? Szabad élet, szabad madár! Az a rohadt mindenedet. Vissza tudok borulni? Na, nem tudok. Szóval nem adtam róla. Ide hátra raksz? Igen? Ezt gyűlölöm ebben a játékban. Szóval nem maradtam róla, mert tesztcsíkokat mutattak. És kiderült, hogy ez nem a digi hibája volt, mert elvileg az Antenna Hungáriánál a Mindig TV-n is volt valami gebasz. Helyre csak annyit akarom mondani, hogy wow. Atya úr is, akkor itt valami eléggé nagy technikai madőr lehetett így a rajt pillanata előtt, közben, után.
És ugye éjszaka, na erre voltunk kíváncsiak, hogy így éjszaka milyen képeket fognak mutatni. Azt a basszus, de jó féktávot vettem itt. És bekapcsolta reggel 6 óra után néhány perc a tévét. Gyertkozni, hogy keltem föl, hogy így tudjak rögzíteni reggel. És láttam, ilyen színészeket mutattak. Megvallom az őszintét, én egy kicsikét humorosabb valamire számítottam. Mondjuk a háttérzene az jó volt, de kár nem értek kézzel a dolgokat, meg a számcímeket, mi néztem belőle úgy 10 percet. Közben elfogyasztottam egy csészet, tehát így magamhoz térjek. Oké, az szép volt. És vissza a harmadik hely. Re, külső év. Jó. Na hát ezzel a pályával lesznek gondjaim. Úgyhogy ennyi, az M3-ról azt mondanám, hogy biztos jó lesz ez, de megkérdezném, hogy mi szükség van arra, hogy megint a szomszédokat közvetítsék? Miért kell ezt megint levetíteni? Már ismételték legalább 3-szor. Sőt, szerintem 4-szer is. Először ment 98 nyarától 99 végéig az M2-n, amikor nem M2 volt a neve. Aztán 2006-tól ment egy ismétlés, ment egy 2008-tól, meg egy 2009-től is, 2011-ben is talán. Sokszor ismételték azóta. Úgyhogy egy szubjektív véleményként azt merem mondani erre, hogy helykitöltésként megy. Vagy lehet, hogy tényleg voltak olyan fanatikusok, akik tényleg követelték azt, hogy menjen megint a szomszédok. Hát itt elszálltam, mint a győzelmi dal. És oda-vissza rak? Hát ez a játék nagyon unfair ezekkel a checkpointokkal, vagy jóval visszarak. Mondjuk, azt hiszem, rájöttem arra, hogy miért rak ennyire hátra. Lehet, hogy pont ilyen fontosabb pontok, féktávok előtt vannak ilyen checkpointok, hogy esetleg lövagna a játékos, hogy eltévedne, akkor ide raknál vissza őket? Ebben mondjuk lehet valami magyarázat. Na mindegy, az a lényeg, hogy itt az utolsó kanyar és vége ennek a versenynek, és mindjárt 23 perc megy ez a videó. Nem számítottam ilyen hosszúra. Mert a körpályás bajnokság az összesen 4 versenyből áll. 2 körpálya, vagy 1 körpálya 2 variánsa, és visszafele mind a 2. De már csak egy pálya van. És itt nincsen ilyen visszafele variáció. Legalább ezt tetszik benne. Na, szóval... nagyjából ennyi mindent el tudtam mondani ebben a 20-valány percben. És... féktávot veszünk. Na, itt mondjuk kézifékezni kellett volna, de... is be lehetett venni. Szóval visszatérve arra, hogy akinek nem tetszik ez a játék, rendben, elfogadom a véleményt, mert ugye egy szubjektív vélemény nekünk lehet. Tudjuk fel, hogy te szereted a mákos, mi az mákos beiglit, én viszont a diósat. Szóval mindenkinek egy külön véleménye van, meg igen, levágom, nem érdekel. Na, levágtam. Ráadásul úgy, hogy egy kerék az így hiányzik. Miről beszélsz, hogy itt vagyok. Oké, legközelebb is levágom. Azért egy kihívás, vegyük kihívásnak ezt is. Na, kifagyott belőle a szuszus, nem jut eszembe semmiről tudnék beszélni. De kellene valamiről, miről lehetne még. Francia volt valami egy ötletem, így mielőtt elindítottam volna a rögzítést, így mire lehetne még egy iskolán, de hiszem, hogy semmi.
gyanúsan jó a frame rate néhol, pedig rögzítek. Ja, igen. Igen, most jutott eszembe, hogy néha ugye volt ilyen megfigyeltő belassulás. Ennyit is kérek érte. Gépem néha, vagy legalábbis szerintem a mereven ez az így néha túlterhelt. Nem SSD-re rögzítek. Szép is lenne erre egy SSD-t rakni. Most tudom, hogy ebbe a Asus alaptopba egyáltalán lehet-e SSD-t. Mindegy, lényegtelen. Legalább működik. Azt nézem, hogy 25 perc megy a videó. Mi a fenébe? Tehát várjunk, most megint eszembe jutott valami. Amikor először végültem a játékot, akkor ilyen körpályás valami volt, ugye? És itt a városban indítottam el ezt a hülyeséget. Akkor itt most miért? Igen, ide hátra raksz. Nagyon köszönöm. De akkor is levágom. Na. Miért ezt rakta be? What the fuck are you talking about? Hát itt vagyok. Azért is beszélek, nem akarom azt, hogy jaj, problémázom, jaj. Tartalomfelismerés, jaj zene. Nagy hisz a Crash Time 3-nál is el fogja játszani, legyen az a következő kérdésem. Akkor egy picit ideges leszek, akkor így... Én képőbe fogom vágni, tessék, itt az eredeti lemez, itt van CD-n, vagy DVD-n, nem tudom már, szerintem DVD-n van. Itt a DVD, megvettem, nem tudom már mikor. Szerintem nyugodtan felhasználtam a háttérzenét. Itt az eredeti lemez, pont. Négyet is megvettem volna, hogy ott láttam volna a helyet, ahol meg lehet ezt volna venni. Hát tényleg... Könnyű Steam Greenlight-on láttam. Másút nem. Ez is érdekes, hogy az ötöt láttam egy-két helyen, a hármat, meg a kettőt. És ennyi lett volna. Egy sportkocsiért szenvedtem majdnem fél órát. Nagyon korrekt megoldás, mit nem mondjak. Vége lenne? Azért. Ha! Jobb körő volt! Na. You are winner! Te vagy a bajnokság, igen. Te vagy a bajnokság győztese. Lemaradt a győzteses szó. 72 ponttal. Igen, nem lehet a telet megadni. Na, az megmutatom, hogy milyen kocsit nyertem. Ezt. Sportkocsi variánsa az alapautónak. Fúú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 
Na mindegy. Szerintem, hogy ez a fogok így vacilálni, hogy mikor vegyem fel a többit, akkor ennyi lett volna ez a rész. Várom az ötleteket, stb. Addig is turossáska, sajátos kifejezés, hósperec. Sziasztok!